A hétvégén nem rendeznek fordulót a férfi kosárlabda NB1-ben, péntektől vasárnapig Budapesten a Magyar Kupa 8-as döntőjében játszanak az érintett csapatok. A Malsó Nyíregyháza nem érdekelt a fináléban, ettől függetlenül a kékcápák pályára lépnek vasárnap a fővárosban. A 14. fordulóban ugyanis a vendéglátók csarnok gondjai miatt elmaradt a nyíregyháziak MASZ elleni mérkőzése. Ezt a találkozót pótolja Sitko Ernő együttese, amely a legutóbbi fordulóban 8 meccses vereség sorozatát szakította meg a Szeged elleni győzelemmel. Természetesen sokkal jobb a hangulat, mint előtte, de azért úgy gondolom, hogy mindenkiben tisztázni kell, és mindenkinek a fejében világossá kell tenni azt, hogy nem sokat léptünk előre. Egyszerűen megteremtettük annak a lehetőségét, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerüljünk. Ehhez pedig az kell, hogy hétvégén a MAFC ellen is tudjunk győzni, ami egy nagyon nehéz mérkőzés lesz Budapesten, hiszen a MAFC is ellenünk készül, természetesen ő is ellenünk szeretné kiharcolni azt a pozíciót, amivel elkerülje a veszélyzónát. Úgyhogy erre kell készülnünk, egy nagyon nehéz mérkőzésre. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a Szeged elleni sikernek csak akkor lesz igazán értéke, ha a csapat győzelemmel tér haza Budapestről. Nem sokáig tudtunk ünnepelni, hiszen már hétfő este elkezdtük a komoly felkészülést a MAFC ellen. Igaz, hogy a Szeged elleni győzelmünk akkor fog sokat érni, ha a MAFC-ot meg tudjuk verni. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert a MAFC úgy gondolom, hogy ezzel az új csarnokkal, illetve az utóbbi meccseivel felszállóákban van, és otthon egy nagyon komoly erőt képvisel. Megpróbálunk maximálisan felkészülni belőlük, és nem titok, hogy nyerni megyünk. A MASZ Malsó Nyíregyháza mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Gabányi Sportcsarnokban. A mérkőzésen nem lép pályára Lekli József, akivel szerződést bontott a klub, a pótlására kiszemelt játékos a jövő héten érkezhet meg Nyíregyházára.